Kedves vendégeim, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az általános iskola karácsonyi ünnepsége alkalmából. Nem kell megijedniük, nem veszem el a kenyerüket, ők fognak következni. Ennek a rendhagyó dolognak, hogy most én kértem szót, az az oka, hogy ez év szeptemberében az általános iskolán ünnepelte 50 éves jubileumát. És ezt az ünnepet akkor természetesen megünnepeltük, megültük mi is. De meghívottak közt szerepelt volna a megyei közgyűlés akkori elnöke Kovács Ferenc úr, aki nem tudott jelen lenni, és későbbiek folyamán egy találkozásunk alkalmával tőlem küldte el azt az elismerő oklevelet, amelyet most én szeretnék az iskolának is hivatalosan átadni. Úgyhogy kérem az igazgatóasszonyt, hogy fogadja szeretettel megyei közgyűlés elismerő oklevelét, amely az 50 éves iskola fennállásával alkalmából született. Köszönjük szépen közgyűlés elnökének az oklevelet. Sajnáljuk nagyon, hogy nem tudott részt venni ezen a nagyon jól sikerült és nagyon szépre sikerült ünnepélyen, de az oklevélnek az értékét ez nem csökkenti, hogy most került átadásra. Még egyszer köszönjük innen is. Ne menjünk egyedül. Halk hóesésben, karácsony előtt megyek az úton egyedül. Mint halványak, körbeveszők a városon túli hegyek. Most Betlehem felé megyek. Bent a szívemben az öröm boldogról jár hegedül. Fehér utamra hirtelen árnyék vetődik. Vádló kérdés. A pásztorok is együtt mentek. A bölcsek is hárman hódoltak. Mit mond a betlehemi gyermek, hogyha senki nem lesz velem, ha egymagamban érkezem? Hát az én szívem nem dobolja karácsony örök riadóját, menjünk el mind Betlehemig. Kinyújtom kereső kezem. Ráncos, öreg kezek, kicsiny gyermekkezek simuljanak belé. Induljunk együtt Betlehem felé. Együtt a gyászolókkal, az egyedülvalókkal, hiszen a nagy örömből mindnyájunknak telik. A jászol mellett ma mindnyájunkra üdvösség terül. Halk hóesésben Betlehem felé ne menjünk egyedül. Karácsonyi ünnepélyünkön iskolánk tanulói és kollégáim nevében szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, és megjegyzem most itt az elején, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy póthelyeket kellett ott hátul biztosítani. Köszöntöm tanintézményeink vezetőit, dolgozóit, nyugdíjas kollégáimat, polgármester urat, települési képviselőket, társintézményeink vezetői, dolgozói és minden meghívott kedves vendégünket. Hagyományaink szerint a műsorban az alsó tagozatos tanulóink szerepelnek, köszönjük neki a lelkes felkészülést és köszönet a felkészítésért az alsó tagozatos osztályfőnököknek, valamint az alsó tagozatban tanító nevelőknek. Köszönöm Pásti József igazgatónak, hogy a művelődési házal erre a szép alkalomra rendelkezésünkre bocsátotta a rendezvényünk lebonyolításához. Mindenkinek tartalmas, befogadó perceket kívánok!
rálehetsz a titokra. 13 fajta fához vég jó erőszerszámot. Kezdem neked ép elég lesz, ha a kérgén lehártod. Plótot szeges sose használ, és 13 darabot vacsapókkal illeszt össze, úgyis rájössz magadról. Minden este farag rajta, 13 napon át. Meglátod, hogy valóban nem csak úgy gabonát. Háromszöget formája majd, és tudja, ki faragja. Jó erősen illeszkedjen minden egyes darabja. Hogyha kész a luca széke, ami most jön a semmiség. Úgy harázz, mert nem oda boszorkánt a szemben. Oda aztán fülkén iszkolj, nincs egy zsáknyi mágszemet. Azzal a sok gonosz bonyát egész biztos rá lesz. Amíg ők a mág,
Thank you.
repülnek fenőágon, tetejükön kislány lobban, angyali szó hallik nyomban. Pislákoló gyertya fénye, békét hoz a sötétségbe, körbeálljuk mi gyerekek, csöpp szívünkben nagy szeretet. Együtt van az egész család, átállok anyát, apát. Harangszól az esti csendben, gyertya fény, s hall, amor, apról csengők csilingelnek, karácsonyi dallamon. Pilinkélő pószikrázik, bőrgyön, pérten, hűslepel. Csillag gyúl a messzi égen, lám, a mennyiskünnek. Örömódán gyújt a lajkú, a szeretet szép dalán. Varázslengi jár az egész éjszakát. Thank you.
Örök élményt nyújtva sok kicsi gyermeknek.
kis angyal csilinge, itt van a karácsony, összhozták a fenyőfát, felkapták a fenyőfát, felszálltak a gépbe, kecses angyalra küldtek, száz csillagot kísértek. Magasan a felhőkről öltöztették pánkot, raktak rá sok talpa víz, és gyertyák is, vagy szállam is. Csillagszóró talpam kapták, csillogjon a gépfán, a csilingelő csengőszóba
Halló! Műsorunk végéhez értünk. Iskolánk tanulói és kollégáim nevében kívánok mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt. Vigyék haza otthonainkba az itt elhangzott gondolatokat, és azok kísérjék mindennapjaikat, ne csak az adventi időben, hanem azon túl is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!